Tudod mit? Tessék, Vanessa, izé... Ja, jó van. De csak ezért ezeket a szétbasztatjuk. Miért nem mentek? Casino stopped operating. Aha, de mondom én, srácok, hogy a kaszinóba nem megy be a dirty money valamiért. Lehet azért... Várjál, miért nem megy be a kaszinóba a dirty money? Dirty money-m... Dirty money-m honnan van? Az airporttól. Tehát a kaszinót... Vagy a hotelt össze kellene kötni... Igen. Ez nem volt bekötve. Szerintem ez volt a baj. Nem? Nincs rá kocsi. De semmim nincsen. Tehát, hogy itt az a durva, hogy semmim nincs. Bazd meg, még csak lebontani se tudom azt, amit elfoglalt a rendőrség. Nagyon jó, szízd. Mit akarsz, Vanessa? Ó, ez nekem nem jön be. Szülyeség. Igen, értem. Tehát most már én is észrevettem, hogy ugye a rezidencia szedi be, ami ugye kicsi szintű. Tehát az egészet úgy kellett volna csinálni, gondolom, hogy ennek a hotelnek elég nagy a rádiusza, és úgy kellett volna építeni, hogy a város köré, és nem kellett volna egy újabb rezidenciát lerakni, hanem szimplán bent tartani azon a rezidencián az emberemet, és ugye ennek látjuk az elég nagy sárga karikáját. Ez szar. Oké, akkor, és mi van akkor, ha azt csinálom? Most kíváncsi vagyok a sandbox módra. A sandbox módnál remélem akkor mondjuk úgy van, de itt is valamit választasz. De nincs egy olyan, hogy egy full... Tehát választanom kell kapót. Állíthatom a perkjeit. A kapom az összesen Felix, ez nem tudom. Make this lieutenant kapó to unlock him. Locked kapó. Jó, mindegy. Tehát vagy Jesus Garza, vagy Felix Vio. Legyen Jesus Garza. Ő egy assassination, ennek meg power. Increases combat capacity. Assassinate character in a specified building, loyalty will go down, lieutenant's... Nem, jó lesz akkor ez. Increases money laundering volume. Transport company tier 1-et megadja. Assassination, vagy reduces cannabis production interval by 30% in a... Reduces cannabis production interval. Megyen assassination, increases power, raid the bank and get dirty money, koordinátor. Jó lesz ő kapónak. Starting régió. Ó, ja, tehát, hogy itt választom ki. Ó, értem. Ez hard. Ez unbeatable. Hard. Normal smuggling point airport. Azt mondja, soil. Coca, cannabis. River pier. Hard. Easy seaport. Guerrillas. Figyeljetek. Itt van valami special building military base. Ezt egyelőre nem tudom, hogy micsoda, ezt most így accepteljük le. Tehát, hogy ez
Starting régió, kapó, ez meg igazából bazi mindegy, itt valamit lehet csinálni. Start. Na most erre kíváncsi vagyok, hogy ez így milyen. Ebből a szempontból egyébként még a sztori is jobb volt. Jó, tehát itt vagyok. Oké. Tehát ugyanúgy indulunk, hogy le vagyunk baszarintva a város közepére, egy hotelbe. Jó, ez most fontos, tehát most gondolkozzunk úgy, hogy nem csinálunk rezidenciát, mert látom, hogy a hotel az egy baszom nagy részt felöláll. Tehát ez a rezidencia. És a rezidencia az 50 ezer dirty, 50 ezer legal money. Jó. Cannabis ültetvényeim vannak már megint ott. Majd, ha elfoglalom őket. Vagy rögtön elkezdek saját újat építeni. Oké, hol az airport? Azt mondta, hogy ezen a... itt az airport. Oké. Először kezdjük kicsibe ópiummal. Tehát, meg kell nézni, hogy a zópium farmot azt amúgy 30%, hát jó nagy fos. Tehát egy ópium farmot nagyon jól sehova nem tudunk letenni, de ez nem is baj. Ettől függetlenül le fogjuk tenni, nyilván. És az opium farmhoz semmi más nem kell, csak hogy az opium farmról bevigyük a raktárba, és a raktárból a transport company fogja vinni az airportra, és ott jók vagyunk. Tehát kell nekem egy terület, meg kell nézni, hogy ez meddig tart. Ja, azt mutatta. Oké. Tehát farm, opium farm, és ezen a sárgán legyünk belül. Legyenek ezek... Várjál, ennek belül kell lennie? Vagy a warehouse-nak kell belül lennie? A warehouse-nak és a... és az egyéb épületeknek kell belül lennie, ugye? Hogy a rezidencia elérje. És a warehouse-nak a rádiuszába legyen benne, tehát az mehet még kijebb. Tehát akkor fordítva kezdjük az egészet. Rezidenciára nincs szükségem, de warehouse-ra igen. Tehát a warehouse-t rakjuk ki ennek a legszeg szélére, hogy elérje még a város. Jó. Ahhoz viszont kellenek akkor utak. És hol volt a sárga? Jó, az erdő szélén húzhatom végig az utat. Jó, most első körben ezt így legalább lehúztam. Azt mondja, hogy warehouse, és ez még legyen benne a sárgába, tehát nem itt leszem, erre az oldalra építjük. Ide. Szépen középre, ez egy elég nagy részt felöláll. Oké, ez így megvan. Már hozza is a pénzt, tehát a kapó. Ugye a warehouse maga nem elég, mert ahhoz kellene a logisztika, vagyis a transport company. A transport company-t fejlesszük ki. És a warehouse-nak a, majd utána a rádiuszára is kattintunk. Pergessük meg. Azokat direkt nem kapcsolom még be, mert az a kanabiszos dolog nekem még az elején nem tetszik. Az elején szerintem az ópiummal, ha elkezdjük, az mindig a legegyszerűbb, nem? Jó, és akkor most lehet farmot csinálni.
far meg csak annyi, hogy legyen benne ebbe a körbe. Tehát akár ide hozhatom. Vagy ennek az útnak a mentére így végigrakom. Kezdvén legalul. Kezdjük kicsiben, legyen csak két ópium farmom. Szia Tamás! És miért nem éri el? Vagy elérni eléri? Csak... Ó, értem. Várjatok, annyi van csak, hogy azt még oké, hogy eléri, de arra kell figyelni, hogy ha dirty money-ból akarom fönntartani az épületeket, akkor el kell, hogy érje a hotel. Ha nem éri el, akkor nem tudom a dirty money-t szállítani oda, akkor csak legal money-val, tehát átutalással lehet fizetni. Transport Company elkészült, az nekünk nagyon fontos. Mert kell egy Transport Company. A Transport Company is a sárgán kell, hogy belül legyen. És annak van, a Transport Company a sárgán belül legyen úgy, hogy a... Ahoy, long time no see. Ahoy, long time no see. Nagyon szépen köszönöm. Vagy most nem tudom, te külföldi vagy? Szék. Ezt rakjam ide a szélére? Nem tudom, hogy ennek az épületnek lesz-e rádiusza. Vagy a Transport Company-nál csak annyi a lényeg, hogy benne legyen a warehouse-ba. Azt figyelj, azt akkor lerakom ide. Elfelejtettem, hogy régen más név alatt futottam. Milyen név alatt futottál régen? Oké, itt most mi van? Ezzel mi történt? Ezt lehet tudni, hogy itt mi van? Szerintem ez kilóg a range-ből, mi? Pont nincsen benne abba a sárgába. Oké, tehát ezt cancelezzük. Az nincs benne, tehát oda már pont nem tudom tenni. Igen, ezt mondtam. Tehát ha ezt ide raktam korábban, akkor az nem volt jó. Hát akkor figyelj, egyel beljebb jövünk. Annak elméletileg jónak kell lennie. Igen, azt még pont eléri. Na, ezzel most mi van? A Transport Company-nak meg kell adni a repteret. Igen, most már jó. Valamit akar tőlem valaki. A tree with strong branches laughs at storms. We need more lieutenants. Jó! I will hire one of them. Na jó, kit vegyünk föl? Hogy kell fölvenni? A hotelen keresztül. Tony Quintero, azt ismerjük, és ő jó. De a terror... Én nem akarok ilyen terroristákkal együtt dolgozni. Legyen ő ilyen barátságosnak tűnik. Barátságos drogcsempész.
Jó, akkor ez most egyelőre úgy tűnik, hogy működik. Az orra se állt jól. Nem volt azzal szerintem semmi baj. Resting at the hotel. Oké. Okay. Na, a hotelen kívül biztos, hogy szükségünk van. Valamire, ami a Dirty Money-ból csinál nekünk pénzt. Tehát kell pénzmosoda. Figyeljétek, az első volt általában, amit ajánlottak, a taxitársaság. Mert ugye a kaszinónál azt mondja, hogy launder cash 12.600 7 nap alatt. A taxi 3 nap alatt csinál 1.800-at. Hát inkább kaszinó legyen, mint taxi szerintem. Viszont nem nagyon tudom azt megépíteni. Kenyér és cirkusz kell a népnek, nem? Tehát van cirkusz is. Csináljunk cirkuszt! Lehet, hogy hülyeséget csinálok ezzel, de cirkuszom még sose volt. Cirkusz storage is full. Mi? Hogy? Mi meg se épült? A kaszinó amúgy királyabban hangzik, mint a taxi, persze. Hát ezek a két ópiumokat, ahogy szállítják, ez borzasztó. New delivery route. Increases count of additional connections. Ez fontos lesz, csak először szerintem ezeket kellene researcholnom, hogy épület és plusz kocsi. Következő majd legyen a stadion? Az nagyot megy általában. Az ott mi? Nem is tudom, mit termel az a rész. Hát azok meg mint ott el is vannak foglalva, azokat pénzért kellene visszavásárolni. Enhanced Network, tehát most nagyobb a rádiusza a warehouse-nak. Akkor most a warehouse-ra adjunk kocsit. Ja, szerintem ezek lesznek fontosak itt az elején. Ott van valami. Some mail arrived for you. Valami levelem érkezett. Nobody is supposed to know where we were here. Bújkálunk ezek szerint. Mondjuk nem tudom, hogy a drokkal termél bújkál. We need a new residence within 3 weeks. Oh. Kellene új rezidencia? De bazeg, nem. Én most arra megyek, hogy nem. Csökkenni fog mindenkivel a lojalitásom, de nem baj. Oké, okay, azt mondja, a cirkusz fullon van. Instant bement a cirkuszba 26.000 izé. Ez kemény. Jó, azt mondtátok, hogy stadionozzunk. Á, stadionozni nem tudok, a 100.000 legális pénz. Annyim nincs. Olyat sajnos nem tudok csinálni, srácok. Nem tudunk stadionozni. Semmi gond. Oké, most már 3 kocsi van, ami szállít. Jöhet a plusz storage. Aerodrom. De olyanom van, az nem kell. Rezidencia. A rezidenciának is tudom növelni a méretét, meg majd a space-t. Ez a river, ez még nekünk nem kell. Oké, itt mit tudunk csinálni?
add additional slot for lieutenant, de seaport, ez meg checkpointra vonatkozik. Az nekünk még nem kell. Majd a rezidencia növelés az talán jöhet. Szerintetek elbírna még egy opium farmot a területem? Szerintem még el. Megvan a stockpile. Ez mi? Dirty money upkeep decrease. Jó. Kevesebbe fog kerülni fenntartani azt a területet. Az mondjuk mindenféleképpen jó. Oké, oda mindjárt beviszik a pénzt, és akkor jók leszünk. Jó, és a cirkusz az szépen termeli nekünk a legál money-t. Mintha láttál már volna olyan playthrough-t. Stadion only run? Komolyan volt, aki ilyet csinált? Oké, ez a research is megvan. És akkor itt lehet még autó. Egyelőre szerintem most okésak vagyunk. Van olyan szerintetek, ahol láthatom azt, hogy mennyi a bevételem? Tehát ilyen statisztika? Economy. Na nézzük csak. Income. Na, hát a profitom mínusz 17 ezer. De most azért, mert folyamatosan építkezek, gondolom. Ez a last 30 day. Igen, mert most mindenfélét építettem meg. Jó, figyeljetek, az opiumból 1286 jön be. Vagy hát jött be. Igen, Leather Taylor, ha mákon van, akkor dől a lé. Ó, egy rivális banda. Sell off the equipment, get the $2000. Save the equipment for bill. Ne, sell. You have new event. És azt látom is? Vagy annak most már így vége? Aha, az vége azzal, hogy azt lekattintottam. Hú, hát amúgy nem vagyunk olyan combosak szerintem termelésbe. Jó, de hát mi van? Van egy cirkuszom, meg három darab opium farmom. Hát nem tudom, mire számítottam. Jó, még kocsi. És akkor utána ez itt mi? A workshop. De várjál, a workshophoz van elérhetőségem, de valószínűleg csak azért, mert ez a csávó adja azt, ugye? View profile. Nem. Miért tudtam lerakni workshopot? Hogyha nincs még hozzáférésem. Ja nem, workshopom még nincs is, hülye vagyok, bocs. A warehouse-al kevertem. A workshop az amúgy mit csinál? Logistics, ez mondja workshop. Illegal goods are packed inside legal product. Aha. Ahhoz, mi a fasz történik itt? Mi a picsa? A cirkuszomat elfoglalják. Egy 11-es attacker. Hát ez egy 1-es, ez meg egy 6-os.
nem is tudok vele mit kezdeni. Rekrújtálnom kell, várjál, instantban rekrújtáljunk valakit, aki kurva erős. 4 plusz, na ő kell nekem. Figyelj, ezt figyeld. Most azt mondjuk, hogy 1, 2, 3, ez így mennyi? Ez így már sok. Küldjük be a cirkuszba őket, de nagyon gyors. Igen. Na figyelj, visszaverem a támadást. Majdnem elvették a cirkuszomat. Igen, csak ő neki viszont Terror Revel Offense, Desire Terror Revel, terrorban és a káoszban szerető élni. Fasza. Az lehet, hogy nem a legkellemesebb. Igen, Tony Quintero nem nagyon elégedett a jelenlegi terror szinttel. Ezt én megértem. Oké. Amíg ő itt van bent a Citybe, addig az nekünk nem jó. Hát őt nem is tudom. Kiküldöm ide, bazdmeg. Jó, az maradjon ott. Őket meg visszahozom. Egy jöjjön be a Citybe, egy jöjjön be a hotelbe. Oké, na ezt itt kifejlesztettük, akkor szerintem menjünk rá arra, hogy workshop. Az a baj, várjátok, a workshopnak akkor van értelme, hogyha már elkezdek összecsomagolni dolgokat. Úgyhogy először szerintem inkább a farmot fejlesszük. És le kell raknom új farmokat. Az a baj, hogy azokat azért nem akarom még bekapcsolni, ezeket, mert azt még el is kell foglalni előtte. Igen, most upgrade-elem pont a farmokat. I will upgrade 5 of our farms. Upgrade 5 farms to tier 2. Jó, pont ezt terveztem, úgyhogy köszönöm szépen a tippet. 5 farmot kell fejlesztenem 2-es szintűre, ami akkor tud csak megvalósulni, ha... Ez itt workshop, itt ez farm 3. Hol a farm 2? Ez drying rack 2, lab 2, ez itt 3. Ez workshop 2. Ti látjátok valahol a farm 2-t? Kettes számot kell keresned, annyira nem lehet bonyolult. Itt van a farm 2. Ahhoz, hogy ide viszont eljussak, ahhoz gondolom itt föl kell jönni, tehát mindenféleképpen kell akkor a workshop. Tehát odáig el kell jutnunk, jó. A farm 3 alatt, igen, jó. Tehát akkor ahhoz, hogy ez megnyíljon, addig el kéne jutni ide. Unlock the ability to research higher level upgrades. Jó, de hogy upgrade? Mi? De várjál, nem engedi, mert nincs összekötve vele. Akkor először a workshop. A workshop az 5 napot elvisz. Remélem lesz amúgy lehetőségem teljesíteni a questjét, amit kért. Annyi idő alatt, amennyi idő alatt ő ezt megköveteli tőlem. Viszont addig is megnézhetjük, hogy farm vegetable. Van-e vegetable-nek jó zóna? Nincs. Figyeljetek, csináljuk úgy, egy Sandy, és hmm.
Nem, még egy picit tovább húzom. Csinálunk ide egy új sort. Jó, a vége elkanyarodhat, hogy rohagy meg, nem engeded, ahogy én akarom. Így, és akkor erre lehet húzni az új farmot. Legyen vegetable farm. Valami baj van a warehouse-omnak, vagy mi az a workshopomnak? Warehouse, nem tudom mi az. Jó. Na mi a bajod neked? Nem megy be oda dirty money. Not enough money to pay. Átállítom addig legára. És neked mi bajod van? Nothing to sell. Azt mondjuk egy kicsit nagyobb probléma. Na várjál, te viszont... Deliver, vagy mi? Várjál, miért nem mondhatom azt? Legal money-ból megcsináltam. Nincsen dirt, nincs elég dirty money-m. Gondoltátok volna, hogy ez így lesz? Ott van 8000, csak összesen 8000 dirty money-m van. Haló? Át kell állítanom legal money-ra ezeket, bazeg. És most már értitek, hogy miért mentem nagyon gyorsan csődbe múltkor is. Elképzelhető, hogy szőr van a levesbe. Tehát a cirkuszomnak sincs... Úristen. Na jó, állítsd le a cirkuszt. Kapcsold ki a cirkuszt. Jön valaki! Jön valaki valahova! Ezek hova mennek? A cirkuszomat akarják már megint. Azt hiszitek mi? Azt hiszitek mi? Már jön is a... Ott is van. Na jó. Hát úgy tűnik, srácok, hogy én ebben a drogkartel menedzselésben nem vagyok jó. Ezt lehet, hogy be kell látni, hogy ez nekem annyira nem megy. Úgyhogy lehet, hogy ezt el kell engednem, ezt a játékot. Mi az a plusz jel rajta? Nézzek, ez meg most 17 ezer kell. Jó, ez mondjuk két nap alatt elkészül. A végén egy teljesen legális kartellem lesz, igen. Hát a push system, hát igen, ez nem is sikerült. Amúgy ennyi. Tehát egy full legál kartellel dolgozom. Opiumot gyártok, zöldségeket, és ennyi. Csináljuk a farm 2-t. Lehet ezt egyébként így is csinálni, látjátok. Egy igaz mák őstermelő.
Az nem a Farm 2 volt, amire kattintottam? Komolyan? De, Farm 2. Jóra kattintottam. Ő amúgy miért ment oda? Várjál már! Hát a tetyának segítsetek már, haló! 11 a 18-hoz! Hát megmondom, mentél meghalni! Na mindegy, csináljál egy kis káoszt ott. Ő amúgy is a káoszban szeret élni. Vagy... Az a baj, hogy nincs senki olyan, aki erős lenne. Figyelj, ha most mindenkit kijelölök, és mindenkit ide küldök, még akkor is csak 14 a 18-hoz. Annak úgy mi értelme van? Akkor azt se tudom leverni. Még akkor is megölnek. Nem baj, egy kicsit terrorizáljuk ott a dolgokat. Ott meg mi a szar történt? Ja, azt az utat lezárhatjátok, hát a szarok rá, azt az én nem is használom azt az utat. De miért jött ki a rendőrség? Ja, azért, mert hogy itt háborúzok, és ezért az outrage betikkelt. Na, egy kicsit megnyírbáltuk az embereimet. Újra egyedül vagyok. Aha, és most eljöttek, értem. Aha. Na hát, akkor most elveszik a cirkuszomat is. New Lieutenant available. Erős vagy? Teljesen mindegy, jöhetsz, úgyis meghalsz. Mondjuk őket pont vissza tudom verni. De nézd meg, a legal money egyre szebb. Hát, azt hittem ennél egy picit jobban fog menni nekem, srácok, ez a játék. De lehet, hogy a sandboxot kellett volna indítani, nem a survival-t, nem a tutoriált. Igen, a zöldségem az itt tele van. De miért a zöldséget? Azt nem szállítja el. Gondolom simán a zöldsége, de itt van a vegetable pedig. Csak látjátok? 70, 75 per 75 a vegetiből. De annak is van ára. Tehát adott esetben azzal is elrepülhetne a repülő. Amúgy igen, oda küldtem őket meghalni. Még mielőtt ellenem fordulhattak volna. Oké, és mi van, hogyha mondjuk most azt csinálom? Ezt. Upgrade. Jó, a farmjaim mind tier 2-esek. Tehát akkor gondolom ebből már nem profitál, csak és kizárólag ebből profitálna. Szerintetek az úgy működik, hogyha a tier 1-es farmnak a fejlesztései megvannak, az a tier 2-re is kihat, vagy nem? Na erre mondjuk kíváncsi lennék, hogy
érdemes az egyeseket, vagy azokat lehet, hogy egyáltalán nem érdemes akkor, akkor kirakni, ha már kettes farmjaid vannak. Na mindegy, de most nézem az időt, hogy 10 óra van, úgyhogy most ebből ennyi fért bele.